1999-ben kerültem Sepsiszentgyörgyre a Tamási Áron Színházhoz. Egyébként én kézdivásárhelyi születésű vagyok, ami ettől a falutól, ahol éppen most vagyunk, hát így légvonalban 15 kilométer. Szüleim leköltöztek, egy éves voltam, amikor ők leköltöztek Sepsire, és akkor egy éves koromtól ott éltünk. 95-ben végeztem a sulit, és akkor 95-ben felvételiztem a színművészeti főiskolára, mert akkor még az volt. Marosvásárhelyre, és 99-ben befejeztem, és kerültem Sepsiszentgyörgyre a Tamási Áron Színházhoz. És azóta megszakítás nélkül gyakorlatilag vagyok ennek a társulatnak a tagja. Nagyjából 10 éve, 9 éve járok Budapestre, előadásokban játszom Nemzeti Színházban, meg időnként eljutok akár Budapestre, akár Bukarestbe filmezni, de alapvetően én ennek a társulatnak, a Tamási Áron Színháznak vagyok az alkalmazottja és tagja. Szervusz Balázs Áron, köszöntelek. Örülök, hogy Délvidékről hozzám intéztél néhány kérdést. Miért vagyok itt ebben a faluban is? Az egyik kérdés az ugye erről szól, hogy hogyan boldogulok. Mindig a természet közeliséget éreztem. Hát ugye a lényemet valahogy a természet az megszólítja, és ezt nem akartam elengedni, és adott egy lehetőség, hogy itt a nagyszülők házában egy kicsit helyre pakoltuk, és akkor lassacskán, mert ez nem egyből született meg, hanem ez ilyen az évek alatt szépen helyrehoztuk. Nyilván segítséggel, tehát volt helyi ember, helyi erő, aki ebben támogatott, az unokatestvérem, és felajánlotta, hogy besegít, hogyha nekem a munkámhoz, ugye azért mégiscsak a városhoz köt, meg akár egy másik országba is el kell menni. És hát neki köszönhetem tulajdonképpen ezt a biztatást, és most már 3 ló van, kutyák, macskák. Én zöldfülűnek tartom magam ebben, mert nem vagyok, de bele lehet tanulni, szóval ez nem annyira ördöngös, amire megtanított, hogy az állatoknak tehát enni kell adni. Az első időszakában ennek az én budapesti kalandomnak igen, megfordult a fejemben, tehát többször gondoltam arra, hogy talán ott kéne tovább folytatni. Nem érzem magam olyan embernek, aki így a honvágyban elsüllyed. Viszont nem tudok. Egyszerűen nem megy, és nem az emberi anyag, vagy nem a gondolkodás minősége, vagy a más energiák nem taszít semmi egyébként, tehát nem menekülök, de nem tudok ott lenni. És én harcoltam ezért, vagy küzdöttem ezért, hogy ez a fajta nyugalom meglegyen, megteremteni valahogy ezt a környezetet, viszont 2 hét után egyszerűen elveszítem, amikor az iránytű elkezd így pörögni körbe-körbe, mert elveszíti azt a biztos pontot, amit ő kell mutasson. Hogy tudnék én neked válaszolni erre a kérdésre, ami úgy szól, hogy hogyan látom a magyar színházak helyzetét Romániában. Épp a minap foglalkoztunk a kollégákkal, Farkas Árpád verseivel, és találtam egy olyan szöveget, amit most én tulajdonképpen belopnék, és nem a saját szavaimmal próbálom elmondani, hanem Farkas Árpád szövegével szeretnék neked választ adni. Egy színész megbolondult, teljesen megbolondult ez a színész, újságolja ismerősöm. Rohan az utcán és motyog magában, sóspercet kér a trafikban, és újságra ragasztja fel a bélyeget, s a villanyt a lakásán egész éjjel égeti, pedig a darab bemutatója, melyben főszerepet játszik, egy hét múlva lesz csupán, bolond ez a színész, úgy bizony. Összerezzen, ha szólnak hozzá, s ha beszél, csak a szerepéről van szava, nekihevült és megszállott az arca, hangja csupa szenvedély,
nem normális ez a színész. Ha mondom, így járok elő ismerősöm, s azzal tovább lép. És én eltűnődöm azon, hogy bizony itt nem lesz addig jó világ, amíg ez a mi szép tunya eszünk el nem megy teljesen. Amíg ez a mi jól öltözött, mindig árnyékos zugot, könnyű nyalánkságot és nyugalmas jó iszakát kereső eszünk, megfontolt kicsi agyunk, ki mindig könyökvédővel ül ott fent és bent a koponya irodán, zavartalan járókelő eszünk, falmelléki lopakodó eszünk, a mindig csak a kitüntetések után tájékozódó, óvatoskodó, bólogató, enye-enye indulatú rafinériánk el nem hagy minket. Jó múltkorjában magam is megbolondultam egy kicsit. Lekuporodtam a tejút sarkára, jobb felemhez állítottam egy ürücombot, bal felemhez állítottam egy lírát, s hívtam, csalogattam futkosó csibéimet. Képzelhetik, uraim, mekkora volt a tolongás az én jobb felemen. És én mégsem hiszem, hogy a konszolidáció társadalmában a konszolidáció művészetét kell megteremteni. Ha az emberek arra törekednek, hogy minél kisebb energiabefektetéssel, és ez természetes, minél több kenyeret keressenek, és azt minél kényelmesebben elfogyaszthassák, ha a konformizmus csendes ölébe húzódnak, az élet zsivaja elől bizonyosan nem fognak elgyalogolni a parnasszus alá egy kis megrendülésért. Mifelénk szabadon járkél az elképzelés, mely szerint egy higgadt korban szenvedélymentes színházat, irodalmat, általában művészetet kell művelni, és íme vannak már se hús, se hal színházaink, szintelen szaktalan verses köteteink, s néhány macskánk, mely békésen játszik ezzel a gombolyaggal. Az emberiség megjavításáért annyi verejték alácsurgott a múzsák arcán, s az emberiség nem hajlandó megjavulni mégsem. Nincs is miért különösebben bajlódni véle. Inkább föl kell mérgesíteni rettenetesen az emberiséget, bocsánat, embereket. Nagyon föl kell bosszantani őket. Megverni úgy a munka és hivatás szenvedélyével, hogy motyogjanak magukban az utcán, kérjenek sóspercet a trafikban, égessék azt a villanyt éjszakánként, mert ha nem lesz ez a föld a szent őrülteké is egy kicsit, akkor senki sem lesz. Eddig tart ez a szöveg. Szóval valahogy, igen, ezt vallom én is, hogy tulajdonképpen ez lenne a mi útunk. Akkor én megpróbálom továbbadni a gondolkodás fonalát Sepsiről Szepsire, Felvidékre. Mihály Molnár Lászlót kérdezném, három kérdést tennék neki fel. Egész életében a felvidéki magyarság közösségi életért dolgozott, és most is ezt teszi. Soha nem érezte azt, hogy a munka az írói, költői alkotásra szánt idejét felemészti? Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, mit gondol, megérte? Hogyan tudott az elmúlt 100 évben fennmaradni a felvidéki magyarság? Milyen szinten tudta megőrizni anyanyelvét? Hogyan viszonyul egymáshoz az önfeladás az anyagi jólét érdekében és a saját kultúránk megőrzése? A harmadik kérdés pedig, ha jól hallottam, Trianon 100. évfordulója kapcsán levélben fordult Magyarország legfőbb közjogi méltóságaihoz, amelyben a békeszerződés hiteltelen alapjairól szól és cselekvésre szólít fel, miszerint ideje jóvá tenni, amíg még lehet. Nem határrevízióról ír, hanem olyan kutatás megkezdéséről, aminek alapján lehetőség nyílik az objektív tájékoztatásra, kutatási eredmények kiadására. Beszélne erről?